Sziasztok! Nemrég megcsináltam a Starfield-et. Legújabb patch. Frame Generation mod. Fővel van rátelepítve. Megmutatom, hogy működik. Meg a legutóbbi magyarosítás is. Itt gyakorlatilag minden maximumon van. A mozgás elmosódás vettem ki csak. Árnyék minőséget is amúgy felraktam, csak valamiért elállító. A legutóbbi Starfield patchben már van DLSS. És Frame Generation is. Na most az FSR 3 Frame Generation képkocka generálás. Ehhez egy külső mod kellett. Két DLL-be kellett másolni megfelelő helyekre. Gyakorlatilag. És ennyi a történet. Hogy ezt beállítom minőségre. Annyit tudni kell erről, hogy én beállítottam egy 120 FPS lokkot, hogy működjön, hogy ne fagyjon ki a mod miatt a játék. Úgyhogy beállítottam. És így stabilnak tűnik. Lehet, hogy menne 120 FPS felé, de hát valamiért az a mod még ilyen beta állapotú 0.8-as verzió is, úgyhogy ennyi. Nyomunk egy folytatást, most ilyen anomáliákat kell az egyik bolygón megtalálni. Most találtam egy ilyen tempót. De gyakorlatilag meg lehet ezt. Én nem igazán tudom, hogy mit kell itt csinálni. Biztos van valami logikája. Mert hogy van itt ez a borgó gömb, és akkor gyakorlatilag követtem ezeket a pontokat. Eddig a kender kellett, hogy ezt megtalálni az asztal. A mináliát. Megjelentünk el. Meg fogom kendelni. Egy RTX 3080 16 GB-os mobilgrafikus chip van a laptopban, és egy 5800 poci. 32 GB DDR4 memória és 1 TB is emlékezem a SSD. 300 perces ruhány jövőző. Na most ahogy a Starfield, akkor kijöttünk, 30-40 képposztának mutat minden maximumos meg. Azért szép a tollajt ez a könycsön. Most fogja találni, hogy ez a lábbot be. Na mi
mindjárt kiderül. Valami. Aktiválom valami új erőt. Hát nem tudom, nem tudom. Mi lehet ez? Készségek van. Tudom, hogy most csináltam egy gyors utazást, mert a bázisba vissza kell menni. Hát kell mondani, hogy mi történt. Na igen, ez a rész tudok nagyon bírni. Ez a bolygó. És egész jól megy. Igazából. Nem takartam. Egyébként. Valaki volt hátra.